márciusban ősbemutatót tartottak a Szegedi Pince Színházban. Köszöntöm az Egyetem TV nézőit. Hogyan is készül egy színdarab az első szövegkönyvtől a premierig? Mennyire hosszadalmas munka egy próba folyamat? Mindezen kérdésekre válaszol a napfel mai vendége, Üllei Kovács Gizella Anna, a Genézius Színház egyik vezető tagja, aki a saját darabját vitte színpadra, az Így vagy úgy ott. Szia Gizi, köszöntünk a stúdióban! Én köszönöm a meghívást! Mesélj egy kicsit a darabról, mit tudnál kiemelni, mint különlegesség? A darab az arról szól, hogy a mai hitvilágban vagyunk, hogy Isten teremtette a Földet, viszont a darabban eredetileg Lucifer volt, aki mindezt megtette, és az Úr és a Lucifer beszélgetésével kezdődik, akik már annyira unatkoznak, hogy fogadást kötnek azzal kapcsolatban, hogy Lucifer kiválaszt egy embert, aki elfogadtatja mindenkivel, hogy ő teremtette a világot. És innentől kezdve megy az egész történet, különböző korokon, különböző csoportokon megy végig, elég sok, hogy is mondjam, problémával kerül szembe, amit meg kell oldania, hol kéri Lucifer segítségét, hol megkapja, de többnyire nem, illetve az Úr is azért kicsit itt-ott-amott bele sző is bele nyúl a dolgokba, hogy mégse Lucifer nyerjen, és erről szól a darab. Hú, hát erről egy kicsit az ember tragédiája jut eszembe. Pontosan az volt a, úgy mondhatnám, a, igazából az a irány, amiből elkezdtem, mert ez 2002-ben, hú, nagyon régen volt, akkor láttam először, és nagyon megfogott, és nagyon szerettem. Úgyhogy igazából igen, ráadásul 15 színre írtam meg, tehát még az is egyenlő azzal. Először írtál drámát? Drámát, teljes drámát, igen, ez volt a legelső próbálkozásom, de ilyen kisebb szösszenetek, illetve regény kezdeményezéseket azért már írtam, de mint maga teljes befejezett mű az ez volt az első. Mióta volt tervben ez a darab? 2007-ben találkoztam egy pár lánnyal egy színjátszó táborban, ahol nagyon jól összeszövöttünk, és velük alakítottunk egy csoportot, miután ez a tábor elment, vagy ez a tábornak véget ért, és együtt maradtunk, és mondtam, hogy akkor írok nekik egy darabot, hogy próbálkozzunk magunkkal valamilyen társulatot alakítani. Meg is írtam 2007-2008-ban, akkor 7 lányra, de végül abból nem lett semmi. És most 2023-ban vettük elő, ott kiegészítettem, hát majdnem a felével. Kivettem dolgokat, amik nem tetszettek, amik azért már elavultak, tettem bele rengeteg új dolgot, és földúzzasztottam körülbelül itt most 12 főre, annyi a létszáma a darabnak, de lehetséges, hogy egy-két emberrel még megoldható, hogy kevesebb, de igazából bármennyien játszhatják, akár annyian is, ahány szerep van benne. Ahogy néztem, ugye a többsége a szerepgárdának inkább a tömeget játsza. Vannak jelen ahol egy-két tömegben mindenki benne van, de nem szükséges. Főleg általában a magán az Úr, Lucifer, az ember, illetve van még egy szereplő, aki fix, az Ellen nevezetű karakter. Ők mindenki ugyanaz a szerep elejétől a végéig. Viszont a többiek azok bárhogy feloszthatóak, és általában még az ember és az Ellen mellett 2-3 szereplő van még, akinek konkrét szöveges szerepe is van, de vannak jelenetek, ahol úgymond tömeg is kell bele. Mesélnél kicsit a próba folyamatról is? Voltak-e nehézségeitek? Nehézségek igazából abból fakadtak, hogy nem mindig tudtunk hol próbálni, de nagyon megijedtünk, amikor átmondhatom, hogy nem azt mondom, hogy megijedtünk, csak kicsit aggódtunk, hogy 12 lány összezárva mi történhet ilyenkor, de szerencsére semmi hangosszó, semmi veszekedés nem volt, jó hangulatban teltek a próbák, mindenki nagyon élvezte. Eleinte tartottunk ilyen kicsit tréninges dolgokat, hogy hogyan kell járni színpadon, hogyan kell fordulni, jelenlétet hogyan kell csinálni. Vannak olyan szereplők, akiknek ez volt az első nagy teljes darabjuk, és akkor velük egy kicsikét külön dolgoztunk, és utána elkezdtük próbálni magát a darabot. De nehézségek igazából a próba, vagy a helyszín miatt voltak, illetve nem
mindig volt egyszerű összeegyeztetni, hogy mindig mindenki ott legyen. Hogyan készültél fel a bemutatóra színészként, miközben rendezői feladatokat is elláttál? Szerencsére már akkor 2007-ben is úgy írtam meg a darabot, hogy akkor is én fogom rendezni. Így figyeltem arra, hogy nagyon sok jelenetben én nem vagyok, vagy ha vagyok is, akkor csak oldalt. Ezért nagyon sokszor ki tudtam ülni és nézni. Körülbelül négy vagy öt olyan jelenet van ebből a 15-ből, amiben én benne vagyok a nagy jelenetben. Egyébként ott ültem oldalt, és így tudtam figyelni arra, hogy hogyan dolgoznak, mit csinálnak. Színészként abból a szempontból volt egy fokkal könnyebb dolgom, hogy tudtam, hogy mit írtam, mit szeretnék látni, így az én részemről egy fokkal könnyebb volt, hogy én mit várok el magamtól. Te melyik szerepet játszottad? Én Lucifer voltam. És már kétszer játszottátok ezt a darabot, és hogyan fogadták az emberek? Nagyon tetszett nekik, nagyon izgultam, hogy mi lesz a vélemény, nagyon féltem, hogy esetleg netalántán vallásellenesnek vagy kigúnyolásnak tekintik ezt a darabot, de szerencsére nem így volt. Magam is vallásos vagyok, tehát semmi olyan gondolatom nem volt, hogy valami paródia legyen a dologból, de nagyon tetszett nekik, nagyon sokan megkérdezték, hogy az egészet én írtam-e, mondtam, hogy egy-két idézeten kívül egyébként igen, úgyhogy jó fogadtatása volt szerencsére. Milyen személyes kötődésed van még ehhez a darabhoz? Említettem, hogy 2002-ben láttam az ember tragédiáját, akkor voltam 12 éves, és nagyon nagy hatással volt rám. És én akkor úgy gondoltam, hogy nő nem játszhat Lucifert. És ez nekem nagy szívfájdalmam volt. Ezért 2007-ben, amikor ez felmerült ötletként ez a darab, én gondoltam, akkor megírom magamnak, úgyhogy írtam magamnak egy Lucifer karaktert, és így végeredményben ki is pipálhattam a Lucifert. Lesz még valami ilyesmi projekted? Elgondolkodtam rajta így, hogy sikeres volt a bemutató, de majd látjuk, hogy a jövőre is, amikor már egyre többen jönnek, remélhetőleg akkor milyen visszhangja lesz. Remélhetőleg jó, és elgondolkodtam rajta, hogy van még egy darab kezdeményezésem, hogy azt befejezem, illetve hogy azért ötletek vannak így egy-egy megcsap, hogy jaj, de jó, akkor lehet, hogy erről is írok valamit. Ezen kívül még milyen terveid vannak a színházzal kapcsolatban? Továbbra is szeretnék színészként a társulatban játszani, ha van lehetőség, akkor rendezni, és hogyha sikerül valami darabot megírnom, akkor hát, ha azt is sikerül színpadra állítani. Sok sikert kívánok a továbbiakban, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. És a kedves nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!